Jó estét kívánok, ez a 7.24 rövid híreink következnek. Adásunk idején kezdődik Cannes-ban a filmszemle díj kiosztója. Tegnap már két díjat is begyűjtött a magyar versenyfilm a Saul fia. A filmkritikusok díját és a francia François Chalet díjat is bezsebelte. Nemes Jeles László alkotása június elején kerül a magyar mozikba. A svéd Måns Zelmerlöw nyerte Heroes című dalával az Eurovíziós Dalfesztivál Bécsben megrendezett döntőjét. Mögötte az orosz Polina Gagarina lett a második, az A Million Voices-zal. A Magyarországot képviselő Csemer Boglárka, Bogi, a 20. helyen végzett. Putyin elnök aláírta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy be lehessen tiltani nem kívánatos külföldi és nemzetközi szervezetek működését Oroszországban. A jogszabály szerint azokat a nem kormányzati, például civil szervezeteket nyilváníthatnák nem kívánatosnak, amelyek úgymond veszélyeztetik Oroszország alkotmányos rendjének alapjait, védelmi képességeit és biztonságát. Az egyház és a társadalom megújulását szorgalmazta Ferenc pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi szentmisén, amely a Szentlélek eljövetelét ünnepelte. A pápa kompromisszum nélküli fellépést sürgetett a világban egyre inkább terjedő korrupcióval szemben. A hívőkkel teli bazilikában bíborosok, érsekek, püspökök koncelebráltak Ferenc pápával, mindannyian a pünköstkor szokásos, piros színű miseruhában. Újabb zavargások voltak az Egyesült Államokban, miután Clevelandben a bíróság felmentett egy fehérbőrű rendőrt, akit egy fegyvertelen fekete férfi és egy fekete nő megölésével vádoltak. Az ítélet hirdetés után erőszakos tüntetések törtek ki a városban, a rendőrség őrizetbe vett több mint 20 embert. Írországban, ahogyan az várható volt, győztek az igenek az azonos neműek házasságának legalizálásáról tartott népszavazáson. A részvétel 60%-os volt, és a szavazók 62%-a támogatta, 38%-a pedig ellenezte a melegházasság engedélyezését. Ezzel Írország lett az első állam a világon, ahol népszavazással tették törvényessé a meleg párok házasságkötését. Tízszeresére nőtt az elmúlt 6 évben a közmunkások száma. Putyin miatt a hidegháború óta nem látott módon erősítik meg a NATO-t. Kritika az amerikaiaktól és az uniótól Orbán Viktornak. A hét legérdekesebb riportjainak összefoglalója következik. A közmunkaprogramot a 2010-es kormányváltás óta bővítik folyamatosan. Tízszeresére nőtt az elmúlt 6 évben a közmunkások száma Magyarországon 20 ezerről 200 ezerre. Ez a munkanélküli statisztikákat alapvetően megváltoztatja. Új gyakorlat, hogy a közalkalmazottakat elbocsátják, majd 3 hónap elteltével visszaveszik közmunkásként, fél vagy harmad béren. Harc a munkaerőért, egy nagyon kemény harc, amiben hát sok vállalat majd nem fogja bírni a versenyt, és akár elvérzik, és nem tud talpon maradni. Ez lehet a következménye a rengeteg közmunkásnak. A legújabb módszer az, hogy egyszerűen kirúgnak egy embert, majd visszaveszik közmunkásként. Így az ő teljes bérét megtéríti a központi költségvetés. Elvileg nem arra való a közmunkaprogram, hogy azokat, akiket eddig foglalkoztattunk, azokat olcsóbban foglalkoztassuk. De lehetséges, mégpedig elég rövid időn belül, 3 hónap elteltével már vissza is lehet venni az adott embert. Azt tisztán látszik, hogy a teljes foglalkoztatottság a cél, ezért egyre többet költ az állam a közmunkaprogramokra. Tavaly 230 milliárdot, idén már 270-et, jövőre pedig még többet. Ezzel párhuzamosan persze a statisztika azt mutatja, hogy kevesebb a munkanélküli. Régóta nem költöttek ennyit a NATO megerősítésére, mert régóta nem volt ilyen rossz a viszony Oroszországgal. Erről beszélt a NATO egyik vezetője egy budapesti konferencián. Putyin a hidegháborús állapotokat próbálja visszaállítani. Érdekszférákra osztaná Európát, katonai erővel változtatja meg a határokat, mondta a főtitkár helyettes. Egy tavaly őszi hadgyakorlat képei, ott a magyar zászló is. A szervezet stratégiáját a Krím elfoglalása és a kelet-ukrajnai harcok miatt alakítják át. Több repülő a levegőben, több hajó a tengereken és gyorsabb döntéshozatal. Ez a cél. A gyors reagálású erők 48 órán belül bevethetőek lesznek, hogy megvédjék bármely szövetségesünket, amelyet fenyegetés ér. Ebben Magyarországra is számítanak. Rákérdeztünk, a NATO-nál még mindig keveslik azt a pénzt, amit a hadseregre költünk.
túlfutott a leszállópályán és a szántóföldön állt meg egy magyar vadászgép Csehországban. A Gripen óra megsemmisült, vagyis a leasingelt vadászgép végleg használhatatlanná vált. A pilóták idejében katapultáltak, semmi bajuk sincs. A vizsgálat hosszú időt vehet igénybe. Több száz métert csúszott a magyar vadászgép a vetésben, mire megállt. A kétszemélyes Gripen harci repülő eleje gyakorlatilag megsemmisült. A magyar pilóták Ugrik Csaba dandártábornok és Gróf Gergely őrnagy katapultáltak. A Magyar Honvédség május 11-e óta vesz részt Csehországban egy nemzetközi NATO repülőharcászati gyakorlaton 5 ilyen Gripen típusú géppel. Ma délután az egyik kétszemélyes vadászgép leszállásakor a pilóták letették a kifutópályára a gépet, csak hogy a fék valamiért nem működött, ezért túlcsúsztak a betonon. A Honvédelmi Minisztérium eddig nem nyilatkozott, csak annyit írtak. Személyi sérülés nem történt, a pilótákat ennek ellenére orvosi vizsgálatnak vetik alá. Szerdára kiderült, 2020-ig biztosan nem újítják fel a Lánchidat, pedig egy autó alatt beszakadt az útpatka. A hidat részlegesen 20 évvel ezelőtt kozmetikázták egy kicsit, de nagy generált a II. Világháború óta nem kapott. Orbán Viktort még a saját pártcsaládján belül is kritizálták a halálbüntetéssel és a bevándorlással kapcsolatos mondataiért. A héten az Európai Parlamentben a magyar kormány politikájáról vitáztak. A néppárti felszólaló szerint súlyos probléma lenne, ha be akarnák vezetni a halálbüntetést. Viktor, jó látni, így fogadta az Európai Parlament elnöke a magyar miniszterelnököt. Európai Unió elvei, egyezményei és szabályai nincsenek kőtáblába vésve, nem istenek hozták, és nem is azok sugalmazták azokat. Az EP elnöke erre a 10 parancsolatot idézte, abban benne van, hogy ne ölj. Korábbi felszólalásaival összehasonlítva, Orbán Viktornak most volt a legkevesebb támogatója a teremben. Még a néppártiak is kifogásolták a halálbüntetés felemlegetését és a nemzeti konzultáció kérdéseit. Is that a national consultation? Ahogy szokta, a liberálisok frakcióvezetője most is keményen neki ment a magyar miniszterelnöknek. Ha a menekülteket támadja, gondoljon egy kicsit a magyar menekültekre, akik 1956-ban elhagyták az országot a kommunisták miatt, és Európában tárt karokkal várták őket, mondta. A zöldek képviselője pedig a külföldön munkát vállaló magyarok tömegeiről beszélt. Azt mondta, kétszer annyian vannak, mint az 56-os menekültek. Ha ilyen jól teljesít a magyar gazdaság, akkor az elmúlt években miért ment el az országból nagyjából 500 000 ember, hogy munkát és egy jobb életet keressen egy másik uniós tagállamban, kérdezte. A szocialisták képviselője pedig arról beszélt, hogy Orbán a jobbikos szavazatokra hajt. Azt kérték, itt a parlamentben, tépjem szét, mert ez nem egy valódi kérdőív, ez bizony egy provokáció. A vita után Orbán azt mondta, hogy a nemzeti konzultáció kérdései csak angolra fordítva hangoznak durván. Ez egy kiegyensúlyozott, fair és korrekt papíros. A magyar egy direkt nyelv, aminek a fordításoknál borzalmas hatása van, például az illiberal democracy, ami magyarul egy teljesen normális szó. Egy angol száz fülben valami olyasmit hangzik, mint egy vérvád. Csütörtökön ismét Habony Árpád adóbevallása felől érdeklődött a DK, az Együtt pedig azt szerette volna tudni, hogy honnan volt Habonynak 50 millió forintja vállalkozásra. Egyetlen egy mondatot hallottunk eddig tőle, azt az Index újságírójának mondta, és így hangzott, nem vagyok közszereplő, nem válaszolok. Nem vagyok közszereplő, azért nem válaszolok. És ehhez tartja is magát. Hiába próbálkoznak politikai ellenfelei vagy újságírók. Egyelőre csak a kérdések gyűlnek, válaszok nincsenek. Itt van rögtön a DK kérdése a Nap felé. Egy nappal az adóbevallás határidejének lejárta után azt kérdezték, vajon a nem hivatalos miniszterelnöki tanácsadó adott-e be adóbevallást. De egyszerűen nincsen magyarázat arra, hogy egy korona átszállításáról ismert, mert az utolsó munkahelyét az gyakorlatilag oda tudjuk azonosítani, tehát hogy a vitrinek felállításában jeleskedő embernek honnan van 48 millió forintja egy cég alapítása. Az Együtt pedig az általa kért vagyonosodási vizsgálatot egészítenék ki még egy kérdéssel. Most éppen honnan van Habony Árpádnak 48 millió forintja? Azt tudjuk ugyanis, hogy a Győri Tiborral közösen létrehozott Modern Media Group nevű cégnek, melyet fejenként 3 millió forinttal alapítottak, a tőkéjét 138 millió forinttal emelték. Ebből Habony Árpád 45 milliót fizet be. Hogyan lehetséges, hogy Habony Árpádnak adózott jövedelemként 48 millió forint a rendelkezésére áll, hogy ilyen céget alapítson?
A Modern Media Group nevű céget április 9-én alapították, kormányközeli információkra hivatkozva. Sokan úgy tudják, hogy már tavasszal fel kellett volna állni a Habony Árpád vezette médiabirodalomnak. Most mindenki szeptemberi indulásról beszél. Úgy tudni, hogy a következőkből fog állni a portfólió. Egy internetes site via.hu néven, egy fél bulvár heti lap, egy üzleti hírportál és egy rádió. Szoptató anyák leptek el egy gyorséttermet Budapesten. Száz anyuka tartott flashmobot a nyugati téri McDonald'sben azért, mert csütörtök délelőtt egy gyermekét etető nőt kiküldött a biztonsági őr. Az édesanyák elfoglalták a gyorséttermet, és merre vették gyermekeiket, így tiltakoztak az eset ellen. A McDonald's szerint ők családbarát hely, bárki bármikor szoptathat náluk. A külső cég alkalmazásában álló biztonsági őr pedig hibázott, ezért vizsgálatot indítottak. Megrázta a nemzetközi filmszakmát Cannes-ban Nemes Jeles László Saul fia című holokauszt filmje. A főszereplő Rőri Géza a 724 stúdiójában szombaton beszélt az alkotásról. Ezt a filmet is tapintattal kellett megcsinálni, tehát ezeket a borzalmakat nem lehet kéjelegve, kukkolva, ilyen striptease-szerűen, obszcén módon megmutatni és fürdeni a horrorban. Nem ez a cél. Tehát a film közepében vagyok én, vagy oldalról, vagy hátulról, vagy szemből, és kicsit homályosan beúszik a valóság, de tulajdonképpen úgy, hogy azért az a néző képzeletére van bízva. Ez volt már a 7.24 riportjainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon. Holnap este is várjuk Önöket friss hírekkel. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!